a déli vidékekről a mangalicát, akkor még mongolicának hívták, a saját vidékére Aradra átvitte, és keresztezte a saját sertéseivel. József Nádort figyelembe véve, harangszó és pálinka nélkül, de azért a hagyományos disznóvágás szokásait figyelemben tartva, lásd, templomkert dinnyésen, talán nem bánkódik a jóféle mangalica. Ha már nem volt neki, nevezük hungarikumnak, hogy a népi mesemondó körítéssel lett belőle az, aminek szánták. A külső hámréteget így lekaparjuk róla, és hát egyenletes feketére kell pörzsölni. Így a felületén levő különböző baktériumok és ilyen dolgok elpusztulnak rajta, és így fogyaszthatóvá válik a bőr felület is. Végül is a lényege az egésznek annyi, hogy olyan egyenletes feketére kell sütni, hogy a szalonnától a bőr könnyen elválasztható legyen később. Egy disznóvágás falusi körítéssel, pörzsülés örömei után jön a fekete leves. Meg kell tisztulnia. A kép nem thriller, így működik. Sorrendben nem mondom, de az alapvetések valódiak. Mióta disznó a disznó, még akkor is, ha mangalica. Régen korán keltünk, és akkor szalmával pörzsütünk, de akkor a szalma hosszabb volt, mert most ugye, hogy ezek a modern gabonák többet teremnek, rövidebb a szalma. És az az igazi, a rost szalma volt, mert az ugye betakarta az egészet, és amit úgy nem tudtak kiégetni a böllér, aki csinált azt, akkor vasat melegítettek azokat a részeket, mink meg gyerekek ott a csináltuk a kis tüzet, de a kis tűz már nagyobb volt, mint amelyik a disznói. No de, hajlam ide vagy oda, egy sertepertélő gyermek mondta el az igazat és a valódit. Kijövök ide, és így segítek apáéknak, meg segítek a disznóval így vágni. Disznóvágásban segíteni. Az ősöreg tétel, miszerint nem élhet örökké egyetlen egy mangalica sem, ha van neve, ha nincs. És a végén persze megszólalt kollégánk, munkatársunk is, és azt mondta, sült vér, kenyérrel, orjaleves, kolbász, hurka, pecsenye, tört bútgonyával.